A Civitas Alapítvány a polgári társadalomért idén május és november között bonyolította le a Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság által támogatott székelyudvarhelyi lakossági tanácsadó iroda egy szolgáltatás a családért című projektjét. Ennek részeként zajlott az információs szeminárium gyermekelhagyás és örökbefogadás címmel, amelyre nem csak szociális gyerekgondozókat, hanem szülőket is vártak. Ez egy specifikusabb találkozás, amikor arról beszélhetünk, hogy mennyire fontos az, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek nincsen családjuk, illetve hát a családjuk eldobta őket, kaphassanak egy másik családot. És mennyire fontos folyamat ez az örökbefogadás. Nem régen egy nagyobb találkozót tartottunk ilyen szülőkkel, úgyhogy minden alkalmat szívesen veszünk és igyekszünk kihasználni. Az örökbefogadást nem elég pusztán akarni, ismerni kell annak törvényes feltételeit, eljárását is. Vor depune o cerere care va cuprinde dorința lor de a adopta, motivația, precum și condițiile pe care aceștia le au pentru a adopta. Această cerere este evaluată de către serviciul de adopții timp de 60 de zile pe baza documentelor doveditoare depuse de către dânsii. Az örökbefogadási eljárás során számtalan feltételnek meg kell felelni, de a legfontosabb az, hogy a gyermek érdekeit szolgálják. Nagyon sok olyan szülő, házaspár van, aki gondolkodik azon, hogy akár örökbefogadást sorol ezzel a lehetőséggel is éljen, de nem igazán ismerik ezeket a lehetőségeket, a törvényes hátterét, az emberi hátterét, és nekünk az a célunk, hogy közelebb vigyük az emberekhez, megismertessük ezt a területet. Az irodavezető továbbá elmondta, a székelyudvarhelyi lakossági tanácsadó irodában folyamatosan tájékoztatást adnak azoknak a szülőknek, akik gyerekeket szeretnének örökbefogadni. Ez a fajta segítségnyújtás azért is fontos, mert évről évre nő az elhagyott gyermekek száma. Míg tavaly Hargita megyében 17 csecsemőt felejtettek szándékosan a kórházban, idén ez a szám már eléri a 30-at.